Mától megint emelkedett az üzemanyagok piaci ára, 800 forint fölé ugrott 95-ös átlagára, és 820 forint átlagosan egy liter gázolaj. A magyar rendszámú autókba továbbra is 480-ért lehet tankolni, egészen októberig biztosan. Az Európai Bizottságnak nem tetszik az intézkedés, szerintük sérti az uniós jogot, a magyar emberek döntő többsége azonban egy felmérés szerint egyetért az intézkedéssel. Jön Fábián Barna. Köszönöm szépen, Rotis Bálint a vendégem, a Nézőpont Intézet elemzője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Még meg sem száradt a festék az új kutatási eredményünkön. Miket vizsgáltak? Ugye, hogyha megnézzük a kormányzati intézkedéseket, ezek mind most abba az irányba mutatnak, hogy a háború okozta inflációt, azt a magyar kormány lekívánja törni, és ezáltal megkívánja védeni a magyarokat ezektől a károktól. Ennek a csomagnak több eleme is van, amit meg is hosszabbítottak, ilyen például az élelmiszer top, a kamastop, és ezek közé tartozik a benzinástop is. Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a társadalom irányából a benzinástop mögött mekkora a társadalmi támogatottság, a társadalmi legitimitás, Láttuk azt korábbi ügyek kapcsán, hogy a Orbán kormányzat több esetben is képes volt nemzeti ügyeket felvállalni, olyan intézkedéseket végrehajtani, amik politikától függetlenül élvezte a magyarok támogatottságát, és a benzinás top fenntartása, tehát az, hogy a magyar rendszámú gépjárművek kedvezményes áron kapjanak üzemanyagot, ez szintén elvezi a társadalom többségének a támogatottságát, a magyarok háromnegyede egyetért ezzel az intézkedéssel. Ez hány százalékban, hogy lehet kifejezni? Ez 73 százaléka. A kormánypárti szavazóknak durván a 90 százalék egyetért, viszont hogyha a baloldaliakat nézzük, ott is többségben vannak. 53 százalék egyetért a benzinástopp fenntartásával, Sőt, általában az ilyen belpolitikai kérdéseknél mindig előjön a vidék Budapest ellentétnek a kérdéseit. Ezt is megvizsgáltuk, és arra jutottunk, hogy érdemi különbség nincsen. Budapest és vidék 70-73 ban szintén támogatja a a fenntartását. Tehát látszik az, hogy a a fenntartása mögött egy nagyon komoly társadalmi támogatottság áll, ami nem politikai oldal függő, és mind a jobb jobboldaliak, mind a baloldaliak többsége támogatja ennek az intézkedésnek a fenntartását. Említett, hogy a baloldali szavazók legalábbis a leg megkérdezetteknek a fele támogatja. Hogyan a másik fele? Tőlük kéne megkérdezni, miért nem? Azért, mert követik a vezéreiket, a vezérszónokaikat, vagy úgy vannak vele, hogy úgy is tart ez, azt elmondják a véleményüket. Hoca István, a Batyánynagyos Alapítvány program vezetője mondta itt néhány nappal ezelőtt, hogy igen, nem csak a hátam mögött az van, ha nem lenne ez a e, magyar rendszám autókban lehet csak kedvezményesen tankolni, hogy idő után elfogyna itthon az üzemanyag. Igen, valóban, ezt látok az utóbbi időben, hogy amikor mindenki úgymond kedvezményes áron tankolhatott, akkor a környező országból is jelentős tömegek érkeztek Magyarországra, hisz még a magyar kormány ezekben a rendkívüli időkben is mer bátor és akár drasztikus lépéseket is tenni, azért ezzel a bátorsággal, ha lehet mondani, egyedül van Európában, a többi európai ország közel sem volt ennyire bátor, Németország is próbálkozott az üzemanyagárak letörésével, ami oda vezetett, hogy végül is az olajvállalatok egyre nagyobb profitra tudtak szerteni, míg az átlag fogyasztók, az átlag német egyre többet fizethetett az üzemanyagért, tehát ilyen értelemben a magyar modell az európai szinten rendkívül sikeres és tartós volt, viszont valóban szükség volt egyfajta megkülönböztetése, azért, mert a magyar kormány elsősorban a magyarokért felelős, az ő ellátásukat, a magyar emberek ellátását kell elsősorban biztosítani. Amögött, hogy vannak ellenkezője az intézkedésnek, amögött van egy olyan szempont is, hogy a szavazók egy része, azok valóban követik mindig a pártvezetés, vagy az általuk szimpatizált pártnak az üzenetét, Azért látjuk azt, hogy a benzinástok kapcsán se mondhatjuk azt, hogy a magyar politikai élet egységes lenne. A bal oldalon több olyan szereplő is, politikus, közéleti szereplő is kritikát fogalmazott meg a benzinástokkal kapcsolatban. Ilyen volt például Gyurcsány Ferenc volt államtitkára, Horn Gábor, de említhetjük a szintén gyurcsánypárti gazdaságpolitikust, Dávid Ferencet, vagy akár Márki Pétert is, vagy akár Bokros Lajost is, ők mind-mind amellett foglaltak állást, hogy a benzinászok egy vagy káros, vagy szükségtelen intézkedést, tehát továbbra is azt látjuk, hogy míg a jobb oldal továbbra is a családok védelme mellett hoz, akár drasztikus intézkedéseket, addig a baloldal továbbra is inkább a piaci érdekeket védeni. Ezzel nincsenek is egyedül, ugyanis a magyar benzinástoppot nem csak a hazai baloldal kritizálja, hanem az Európai Uniós, Brüsszelből e, már érkezett is a felszólító levél, hogy ezt az intézkedést milyen hamarabb meg kéne szüntetni. Hogyha a kormány engedett volna ennek a nyomlásnak, akkor mostantól 800 ezer forintos üzemanyagára kéne számolni. Ez egy óriási tétel, hiszen egy magyar család, amikor elmegy tankolni, akkor egy tankolás során akár 12 ezer forintost is meg tud spórolni, hála a kedvezményes üzemanyagának. Itt azért két oldalról is meg lehet közelíteni a kérdést, mert itt magyar rendszámú autókban lehet tankolni, tehát nem a személyeket különböztetjük meg, ahogy az Európai Bizottság mondja, különbséget teszünk uniós állampolgár és uniós állampolgár között, magyar állampolgár és egyéb uniós állampolgár között, hanem az autó rendszámra. Magyar rendszám, az lehet kedvezményesettek, lehetne olasz is. Valóban, tehát itt egyrészt itt nem az uniós állampolgárnak az állampolgársága alapján kerül kiosztása a benzinár, hanem valóban a gépkocsinak a rendszám alapján. Másrészt azért sem piasztorzító ez az indézkedés, mert például az áruszállítók esetén a benzinástop az nem él. Gulyás Gergely a kormányinfó jelent, be is jelentett, hogy megvizsgálták jogi szemmel az Európai Bizottságnak a kifogását, és találtak egy olyan korábbi olaz olasz esetet, ahol szintén volt egyfajta megkülönböztetés, és az olaszok ezt meg tudták nyerni, fent tudták tartani az intézkedést. Tehát ilyen esetben, a, ebben a helyzetben a magyar kormánynak is jó esélye van, hogy jogi úton is képes legyen a benzinástoppot megvédeni. Látjuk azt, hogy viszont meg politikailag egyenesen kötelessége megvédeni a kormánynak ezt az intézkedést. Ez a többi Európai Uniós országra, amelyek kacsingatnak e felé, mert adókat lehet mondja, csökkenteni, de ez megint oda fog menni, hogy a a benzin és gázolaj üzletelő cégek kereskedők járnak. Jól egyébként meg van már olyan, aki prób mindig megválják a magyarokat, hogy ők mit végeznek az Európai Bíróságon vagy az Európai Bizottságon, és aztán lépnek utánunk. A magyar kormány az valóban mindig keresi az újutakat, mindig keresi azokat a megoldásokat, amikkel mások még nem mertek próbálkozni. Úgyhogy, uh, ha megnézzük, a magyarhoz hasonló volt például a szlovén intézkedés is, viszont ott az az érdekes helyzet állt elő, hogy ott is egy választás volt, amint győzött a baloldal, úgy döntött, hogy az otthoni benzinástopot megszünteti, aminek hatására megugrottak a benzinnek a költsége. Tehát ilyen értelemben a magyar kormányzat mindig nagyon bátran lép, hogyha arról van szó, hogy hogyan tudja megvédeni a magyar embereket, nem tétovázik, és hogyha kell, akkor felmeri vállalni a konfliktusokat. Ilyen bátor vagy cselekvőképesség a többi európai kormány esetén jóval kevésbé fedezhető fel. Azt azért rögzíteni kell, hogy nem minden üzemanyag kedvezményes, csak bizonyos meghatározott mennyiség, minőségű. Igen, tehát hogy maguk az üzemanyag esetén is, az üzemanyag top valóban nem az összes fajta üzemanyag típusra vonatkozik, hanem egy részükre, leginkább azokra, amik, amik az, az átlag magyarokat leginkább érintetik. Lott is Bálint, a Nézőpont Intézet elemzője volt a vendégünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.